Köszöntöm nézőinket! A járási panorámát látják a Felső-Szigetköz és a Mosoni-síg híreivel. Sorra dönti meg a Duna a valahamért legmagasabb vízszintet a folyó felső szakaszán. Németországban, Ausztriában, illetve Pozsonyban évszázadok óta nem volt ilyen magas a folyó vízállása. A Felső-Szigetköz kevésbé érinti az áradás, ám az ásványráró Mecsérvonaltól lejjebb ezrek dolgoznak a gátakon. A vízügy, a katasztrófavédelem és a honvédség mellett önkéntesek erősítik a védvonalat. Minden kézre szükség van, így a polgármesteri hivatalok és a katasztrófavédelem is várja a segítőket. Árvízi híreink következnek. Szerda délután Győr térségébe érkezett Hende Csaba honvédelmi miniszter. A Mosoni Duna mentén a töltésen dolgozó katonáktól informálódott a tárcavezető, aki sajtótájékoztatóján kiemelte, az Orbán kormány által bevezetett tartalékosi rendszernek köszönhetően akár 9600 katonát is a védekezési munkálatokra vezényelhetnek. A magyar honvédség teljes tartalékos állománya behívásra került. Mint ismeretes, a kormányváltáskor egyáltalán nem rendelkezett tartalékerővel a magyar honvédség. Jelenleg mintegy 4700 tartalékos katonánk van. Természetesen a tényleges állományú hivatásos és szerződéses katonák is bevonásra kerülnek. Itt ebben a győri térségben jelenleg mintegy 1400 emberünk dolgozik, együttműködésben a katasztrófavédőkkel, rendőrökkel, valamint a helyi erőkkel. Rengeteg önkéntes tűzoltó, illetve civil lakos is részt vesz a védekezésben. A katonák tehát a gátakon dolgoznak, de a honvédség egy különleges eszközt is bevetett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium részvénytársaságai által kifejlesztett pilóta nélküli felderítő repülőgépek is bevetésre kerültek. A mai nap reggeltől kezdve, tehát Komárom-Esztergom térségében folyamatosan légijárőrözést végeznek, és folyamatosan közvetítik a videófelvételt és a képet a vezető törzshöz. Míg az Észak-Szigetközi Dunaszigeten legfeljebb a belvizek miatt aggódnak, ahogy délebre érünk, úgy válik egyre komolyabbá a helyzet. Ennek oka az, hogy a fő veszélyforrást jelentő Mosoni Duna délről a győri torkolattól duzzad visszafelé. Északról a szlovák vízügy nem árasztja el a folyóágat, Győrben viszont nincs, ami megakadályozza a víz visszafolyását. A szlovákiai oldalnak is az az érdeke, ami a magyar oldalnak, hogy a lehető legtöbb vizet engedjék le az üzemvíz csatornán, ugyanis a magyar oldalon a gátrendszer magasabb, így a szlovák fél mindent megtesz az együttműködés keretében, hogy az öreg Duna medre, illetve az árrendszer ne telítődjön túl. Szinte az egész választókerületet átöleli a Dunai árhullámnak a megnövekedése, hiszen az a rendkívüli mennyiségi csapadék, ami leesett a Duna árgyűjtő területén, az mostanapokban éri el Mosonmagyaróvár, Ásványráró és Vámosszabadi térségét. Ez az öreg Duna vonulat. Itt az öreg Duna gátjainak erőssége és a várható víz mértéke az megfogható, és egészen biztonsággal lehet állítani azt, hogy ott nagy veszély nincs. Ott inkább a feltörő buzgárok és a belvíz az, ami ellen majd nagyon védekezni kell, de jelen van a honvédség, jelen vannak az aktivisták, sok százan, sok ezren nap mint nap dolgoznak, tehát nagyon jó szervezetten, nagyon szépen folyik. Mosonmagyaróvárt nem fenyegeti semmilyen víz, hiszen a lajtát kiürítettük, jóformán a Mosoni Dunába is alacsonyan tartjuk a vizet, ilyen tényleg a város biztonságban van. De azt szeretném kérni minden városlakót, hogy ne érezze azt, hogy nincsen teendője, mert ma mi vagyunk biztonságban, holnap viszont lehet, hogy mi szorulunk segítségre, képletesen szólva. Arra kérnék mindenkit, hogy ki mit tud tenni. Ki fizikai erejét adva az, hogy lapától, homokzsákot tölt, jelen van, rakodik, és jelen van a mentéseknél, ki pedig azzal, hogy ezeket a mentésben résztvevő embereket segíti, kiszolgálja szendvicssel, teával, kávéval, hogy az a komfortérzet, az az embertársi, bajtársi segítség meglegyen, ami ehhez szükséges. Rendkívül visszatetsző és negatív jelenség lehet az, amikor jó szándékú emberek
szervezetlenül, egyeztetés nélkül valahova beállítanak, és azt mondják, hogy hát jöttünk, segíteni akarunk. De közben ott már vannak. Nem jut szerszám, nem jut munka, azt érzik, hogy fölöslegesek. Lehet, hogy olyan településeken, amelyik nem szerepel sokat a hírekben, nem hallunk róla, hogy veszély van, ott viszont égetően szükség volna a munkájukra. És buzdítok is mindenkit arra, hogy vállaljon önkéntes munkát, vegyen részt ebben a mentesítésben és a védekezésben, de szóljon önkormányzathoz, katasztrófavédelemhez, kérje meg, hogy vagyunk ketten, öten, tizen, hova mehetünk, hol van szükség ránk. És azt biztosan tudom mondani, hogy ahová irányítják őket, ott valóban szükség van rá, ott valóban úgy érzik, hogy segíthetnek, és minden ellátást meg fognak kapni, ami embertársainktól adódhat. Dunaszigeten leginkább a hattyúk aggódnak. A hirtelen gyors folyásúvá lett ártéri vizeken nem találnak leszállóhelyet. A sziget köz északi oldalán fekvő település biztonságban érzi magát, több háznál viszont a belvíz okoz gondot. Belvíz problémám az alsóbb területeken, Dunaszigete alsóbb területén, Nagysziget környékén lehet számítani. Itt Cikolla magasságában építettek annak idején a töltésépítkezéskor nyulgátakat, tehát a szivárgóvizet ilyen formában meg fogják állítani, viszont ott lent nem készültek ilyenek, ott előfordulhat az is, hogy a kút pozitívvá válik, és aztán a kutakon keresztül egy ilyen kisebb elöntések a kerteket, udvarokat elönthetik. Egyébként a szivárgást folyamatosan figyelik a vízügy szakemberei, bízom benne, hogy nem lesz komoly probléma. 2002-ben se volt ebből túlzottan nagy gond itt Dunaszigeten. Ásványgyáron szintén nyugalom uralkodik. A falut az öreg Dunaág felől kell védeni. A kevésbé veszélyes szakaszon önkéntesek lapátolják a homokot, míg a gát veszélyesen alacsony, 1 kilométeres szakaszán 100 honvéd magasítja a gátat. Önkéntesek rakják a zsákokat, és ez ki van szállítva tehergépkocsival, és ott fogják majd gondolom a nyúl gátat rakni. Természetesen mindenki izgul, mert tudják, hogy a 2002-es is nagyon magas volt, és mivel ugye most is még annál is nagyobb vizet jósolnak, de én úgy gondolom, hogy nincs pánik hangulat, hanem inkább összefogás az érezhető. Nagyon sok jelentkezőnk van telefonszámmal, úgyhogy bármi probléma lenne, akkor biztos, hogy az összefogás az érezhető, és szinte riadóláncszerűen meg lehet oldani. Azt gondolom, aki itt él ebben a faluban, és kicsit is szívügyének tekinti a közösségek a biztonságát, a falu közösségének a biztonságát, annak kötelessége, hogy itt a munkálatokból kivegye a részét, és oda tegye, amit tud. A 2002-es árvízre visszagondolva, ugye ott már szereztünk egy kis tapasztalatot ezen a téren, nem gondolom, hogy olyan óriási nagy probléma lesz ez az árhullám nekünk. Úgy gondolom, hogy ezt sikerül megfogni. Jóval súlyosabb a helyzet Mecséren. Dunaszentpál és Győrújfalu mellett ez a település számít a szigetköz legveszélyeztetettebb falujának. A gátak évek óta elégtelenek, ám a falu szerencséjére uniós forrásból már éppen megindult a kiépítésük, amikor az árvíz híre megérkezett. Az elmúlt héten a kivitelező munkagépei és a környék önkéntesei folyamatosan rakották a homokzsákokat. Mecsér azt reméli, hogy a 380 méter hosszú nyúlgát elegendőnek bizonyul a várt legmagasabb vízállással szemben. Mivel friss gátról van szó, azért félő az, hogy egy ilyen nagy vízoszlopot tart, tetőzés után milyen műszaki problémák lesznek, mire kell felkészülni, mert ezt a vízoszlopot megtartani az hatalmas nagy súly, ki kell támogatni sorba még homokzsákokkal a töltést, meg kell erősíteni. Hát csak optimisten és lelkesen lehet ezt a munkát végezni, és sugározza a biztonság minden vezető, meg munkairányító részéről, ez egy nagyon fontos lelki tényező, de az az igazság, hogyha 550 cm fölé megy a víz, az a rendkívüle lesz, akkor gond fog lenni, akkor pár utcát el fog önteni a víz. A védelem szakmai vezetését mindenütt a vízügy szakemberei látják el. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatósághoz számos másik megyéből érkeztek munkatársak. A kétkezi önkéntesek eközben mind a faluból, mind a környékről folyamatosan jelentkeznek be. Magyarok, osztrákok, szlovákok és románok együtt pakolják a homokzsákokat. Az ő koordinációjuk a falu vezetés feladata. Az emberek fáradnak,
Később ugye ingerlékenyebbek is lesznek ebből kifolyólag nyilván, de minőségi munkát kell végezni, és a megfelelő váltásokat kellő időbe be kell ütemezni. Nincs feszültség, az emberek el lettek igazítva, mi várható, és mi az a feladat, amit nekünk meg kell oldani, és mindenki erre összpontosít. Az idős anyóka kiballag, és hoz egy tepsi pogácsát, és azt mondja, hogy ő csak ezzel tud hozzájárulni, és ezzel akar segíteni. Több százan dolgoznak a töltések megerősítésén a sziget közben. A vízügyi szakemberek mellett sokan vállalnak önkéntesen munkát, segítve ezzel az árvízi védekezést. A helyiek mellett a környék lakosai is segítenek megtölteni a homokzsákokat Dunaszentpálon. Dunaszegi vagyok, és átjöttem így segíteni, mert ugye, hogyha Szentpál összik, akkor Dunaszeg is. Mondom, akkor teszek valamit így a falukért. A felhívásra a megye távolabbi pontjáról, például Écsről is érkeztek polgárőrök. Hallottuk a felhívást, és önkéntesen indultunk. Egyeztettünk a katasztrófa védelemmel, hova kell jönni, és akkor itt várjuk a továbbiakat, hogy merre menjünk. A Veszprémi Érsekség fenntartásában működő Hévízi Szent Lukács idősek otthonának dolgozói a szabadnapjukat feláldozva jöttek Dunaszentpálra. A szociális otthon munkatársai szintén a homokzsákok töltésében segítenek. 140 kilométerre azt gondolom, hogy a szabadnapunkat hasznosan szerettük volna tölteni, illetve példát kellene mutatnunk társadalmi felelősségvállalásból a kollégáknak. Széles Sándor kormány megbízott elmondta, sok önkéntes jelentkezett a felhívásra. A polgármesteri hivatal és a katasztrófavédelem koordinálja az ő munkájukat. Itt Dunaszentpálon is több százan dolgoznak váltott műszakba, de mindenhol ezt tapasztalom, hogy olyan számban jelentkeznek mind a zsáktöltésre, mind az ellátásra, ami minden elvárásunkat kielégíti. Ásványráró és Dunaszeg között félpályás útlezárás van érvényben, Mecsért pedig csak az egyes út felől engedik megközelíteni. Győr-Moson-Sopron megyében csak nem 5000-en vesznek részt a védekezésben, ebből 1000-en vízügyi szakemberek. A térség vízügyi igazgatója elmondta, péntekre mindenütt elérték a kellő magasságot a gátak. A Duna szombaton tetőzik a térségben, a levonulás pedig napokig tart majd. Feltörések, buzgárok a védett területeken is várhatók. Az egy-két napig kell számítanunk arra, hogy az átvidelmi töltések rendkívüli terhelésnek vannak kitéve. Az átvíz szintek minden eddigi rekordokat megdöntenek, és a 2002 évi árvízszint fölött 40-45 cm-rel fognak tetőzni a térségben. 2002, illetve 2006 évi árvízi tapasztalatok alapján védművek képítettsége maximális, illetve sokkal jobb, mint az akkori években, amikor szintén sikerrel lehetett kivédeni az árvizet. 1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles-ban a trianoni békediktátumot. Moson vármegyét is súlyosan érintette a döntés. A világháborúban és azt követően sokan hangsúlyozták a népek önrendelkezési jogát. A szó azonban elszállt. Az ország csonkítással egy 900 éves gazdasági egységet tettek tönkre nagyhatalmak, amelynek következményeit a mai napig nyögik az utódállamok. Barátudvar, Mönchhof, Boldogasszony, Frauen Kirchen, Császárkőbánya, Kaiser Steinbruch, Féltolony Hábsburg, Gálos Golz, Ilmitz, Királyhida, Bruckneudorf. A trianoni békediktátum Moson vármegyét is érintette. A megemlékezésen a Piarista iskola diákjai irodalmi műsorukban történelmi áttekintést adtak az 1920-ban megkötött békeszerződésről, felsorolva azokat a településeket, amelyek Ausztriához kerültek az első világháborút követően. A Trianonhoz vezető utakról szólva Tőkéczky László kiemelte, a 19. századi nagyhatalmi politika következménye Európa polarizálódása. Az egységesülő Németország nem rendelkezett gyarmatokkal, és mindent megtett azért, hogy újra fel legyenek osztva az Európán kívüli területek. Létrejött a német, osztrák, magyar, olasz tengely, vele szemben az antant hatalmak. Az első világháború következményeit ma is nyögjük. Európa elvesztette világvezető szerepét. Trianon előzményeinél el kell vetnünk a marxista történetírás hazugságait, fogalmazott az ELTE tanszék vezetője. Magyarország a kommunista történetírás állításaival ellentétben liberális mintaállam volt. Nem a feudális viszonyok határozták meg, nem nyomták el a nemzetiségeket.
A versailles-i békében 900 éves munkamegosztás borítottak fel, amely a mai napig negatívan hat a térség országaira. Az egész trianoni blödlinek tulajdonképpen ez a legsötétebb oldala. Nemzetek önrendelkezési joga, és akkor embereket, mint a marhákat ide-oda terelték ilyen-olyan határokon, a Dunánál, a magyar-román határon, ugye a vasútvonalnál, és aztán lehetne sorolni a délvidéki határhúzást is és egyedeket. Az erdélyi szászok 800 éven keresztül megmaradtak nyelvükben, kultúrájukban a Magyar Királyság keretein belül. A románok 60 év alatt eltüntették őket. Hozott fel egy példát a magyar állam, illetve az utódállamok kisebbségi politikájára az egyetemi oktató. A magyarság büszke lehet arra, hogy 1918-ig, amíg a történelmi Magyarország fennállt, sok nemzetiségű összefüggésbe, kérem, soha senkitől nem vették el a földjét, a házát, nem űzték el, nem szüntették meg a munkahelyét. Több százer ember nem lett földönfutóvá, csak azért, mert más volt a nyelve, a vallása vagy a származása. 1920-ban a legdemokratikusabb Csehszlovákia azzal kezdte, hogy emberek tízezreit elűzött a saját helyükről, földjükről, aztán ezt a II. Világháború után még folytatta. Tehát amikor a magyar öntudatról beszélünk és Trianonra emlékezünk, akkor mindig legyünk meggyőződve arról, hogy nekünk sokkal több érvünk van, mint azoknak, akik most védik a lopott földeket, a lopott vagyon, és máig nem biztosítanak általuk is megígért jogokat, általuk is megígért egyszerűen hazafias lehetőséget a kisebbségi sorba került magyaroknak. A megemlékező beszédet követően a történelmi egyházak képviseletében Farkas István piarista szerzetes és Kis Miklós evangélikus lelkész mondott imát. Bűnbánattal kell megvallanunk neked, hogy elfordult ez a nemzedék törvényettől. Nem törődtünk bűnbocsátó szereteteddel. Elhagytuk útjaidat, és gőgösen járjuk a magunk útját. De te szeretsz, és nem hagysz el minket. A közös imát követően a város vezetői, a civil szervezetek, valamint a Fidesz, a KDNP és a Jobbik helyezte el a megemlékezés virágait a trianoni emlékkeresztnél. A központi óvodások kezdték meg szombaton a ballagások sorozatát, ami aztán jövő héten folytatódik a többi tagintézményben. Ballagási műsorukban az iskolába készülő jánosi kicsik fájó szívvel búcsúztak nevelőiktől, és kíváncsian tekintettek az iskolapad felé. A ballagó tarisznya után iskolatáska kerül a gyermekek hátára. 31 nagycsoportos óvodás ballagott el a Moson-Szent Jánosi tagóvodából. Az ovisok versekkel, a hónapok nevét, dalokkal és egy mesejátékkal is kedveskedtek a szülőknek. A szöcskék ide-oda miért ugrálnak, a százlábú, hol vesz papucsot magának? Azt is megmutatták, hogy hol kaphatnak választ a kérdéseikre. Azért kérdez annyit, mert nem tud semmit. Irassebb a felséged az iskolába, hogy majd megokosodik. A műsor végén feltarisznyázva indultak a gyerekek az iskolában. Kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába! Vannak, akik már nagyon várják a szeptembert. Az iskola vár ránk, és én nagyon boldog vagyok, hogy ez következik. Azért már jó lesz az iskola, nem kell mindig délután aludni. De olyanok is akadnak, akiknek hiányozni fog az óvoda. A játékok, a mese, meg még az alvás. A gyerekek az óvónéniktől is nehéz szívvel váltak el. Mert ők neveltek föl az óvodában. A pedagógusoknak sem volt könnyű a búcsú. Nagyon-nagyon nehéz, mert azért 3-4 évig itt voltak az óvodában. Egészen a pici koruktól, és amire tényleg az ember azt látja, hogy önállóak, talpra esettek, könnyebb velük dolgozni, hát pont akkor kell átadni őket az iskolába, és ez nagyon-nagyon nehéz. Az óvónénik a műsor után süteményekkel kedveskedtek a ballagó nagycsoportosoknak. A gyerekek és szüleik pedig virággal köszönték meg a gondoskodást. A többi tagóvodából jövő héten ballagnak el a leendő iskolások. Kedves nézőink, a járási panorámát látták a Felső-sziget köz- és a Mosoni-sík híreivel.
Az árvíz idején sokféle felajánlással tudjuk segíteni bajba jutott embertársainkat. A katasztrófa védelmen vagy a polgármesteri hivatalokon keresztül tájékozódhatunk. Friss információkat a Moson-Magyaróvári Városi Televízió Facebook oldalán találnak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!